Sziasztok, kertkedvelők! Megmutatom nektek, miért fontos a paradicsom alját lemulcsozni. Mert hát, hogy ez nagyon nincs sor közművelve, és nagyszerűen visszafogta a gyomokat. Egyszer talán megkuszkodtam, de többször nem nyúltam hozzá. De ez így ilyen szép vastagon rá van szórva, és így egész jól visszafogta a gyomokat, plusz ugye megy a csepegtető cső, bocsánat, szalag, és az se szárad ki annyira, így alatta nézzétek, nem olyan jól látszik, tök jó, bízos a föld, vissza is rakom így, tehát egy ilyen 2-3 cm vastagon gyönyörűen le van múlcsozva, vagy egy múlcsszőnyeg, és nem kell közé bekapálni. Nem is olyan egyszer a dolog, mert most majd szépen megnőttek ezek a paradicsomok, illetve ott van a csepp szalag is, de hát ugye az félre teszitek, ez kész, ennyi. Szóval ezért jó ez, az így meg van csinálva, vagy a paradicsom mellé beléptek, könnyen le lehet törni a dolgait. Nem úgy, hogy paprikával, paprika egy ilyen V alakban növő növényke, ez alá, hogy ez ekközé könnyebb bemenni. A paradicsom azért egy kicsit ilyen ágas-bogas, azért bármennyire is megvan azért kacsolva természetesen, de azért nem olyan egyszerű ekközébe kotorászni. Meg hát ugye nem szárad ki annyira a töve. A paprika azért jobban takarja, mint lomba állomány sűrűségben, mint ugye a paradicsom, aminek így ki is látszódik a töve. Itt van már egy csepp szalag, éppen most működik. Na, ennyit a pozitív dolgokról, akik ugye a csepegtető rendszer tervezés előtt vannak, azoknak elmondanám, jó, de jó fogja szélem, én nem belemegy a mikrofonba, hogy mit ne csináljanak, tanuljanak az én hibámból, és ez nem az én hibám, mert én úgy terveztem, hogy ez jó lesz, de mégsem lett az. A következő hiba. Nem tudom, nagyon messzebbről. Itt van ugye ez a tartályra szépen fölrakva, vadi új vas szerkezetű, ugye az előző fa volt, az szétment. Gondoltam én, hogy teljesen egyszerűen, meg nem is kicsit lesz úgymond olcsóbb betonnal, tehát majdnem, hogy egálba voltak, illetve egy picit ez volt drágább, hogy ez a úgynevezett talajcsavar. Megnéztem direkt, hogy ennek a talajcsavarnak a terhelhetősége 500 kilót írtak, ha jól emlékszem, mindegy, vagy bocsánat, 700 kilót írtak, ha jól emlékszem, 700-ot darabonként 700 kiló terhelhetőséget. Tehát bőven ezt a ezres tartályt ki kellene, hogy bírja. Hát gondolom ezt a mérnökök arra tervezték, hogy hát megbírja, nem rogyik alatt össze ez a vas. Hát egész jó kis vas egyébként. Szóval nem van semmi cucc, meg jó is meg van csinálva, de meg ugye ez egy olyan föld, amivel nagyon régóta nem volt termeszegélye, talán 40 évese, itt szőlő volt. És akkor gondoltam, ide letekerem, és ráteszem ezt a valamit. Hát aztán Vakond Kartás úgy gondolta, hogy ő emellé szépen befúr. Jöjjétek, már egy kitámogattam. Itt a Vakond Kartásnak a téteménye. Itt egy parami, látszik is, hogy felment a föld, barami magasan földkupacot hozott ide nekem, amit már félrelapátoltam, és ez a talajcsavar gyönyörűen besüllyedt koppig oda. Hát aki itt döntöttem el, hogy ott rohadja meg az összes talajcsavar ebből a szempontból, hát erre úgymond alkalmatlan, pedig a föld az, mondom, több mint 40 éves ugar, mondom, ez csak szőlő volt itt. És oda befúrt a rohadék mellé, pont rossz irányba, egy picit megdőlt, majd a másik hozzá, pedig ezek 70 cm hosszú talajcsavarok, 700 kilós terhelhetőséggel, tehát bőven kellene bírnia azt ott. Hát ez itt szépen azt mondta, hogy nyer. Szóval aki ilyenben gondolkodik, hogy talajcsavarra rögzíteni a öntöző tartályát, én úgy gondolom, azt tanácsolom neki, hogy ne tegye. Egy picivel drágább is volt, de én azért döntöttem emellett, mert hát mondom, csak gyorsan lecsavarom,
hozzácsavarozom hozzá a dolgokat, aztán végeztem meg. Ha úgy van, arrébb teszem, nem kell ásnom, betonoznom, öntözni a betont. Hát aztán nem így lett. Itt már is kezdtem ásni, hogy itt lesz szépen itt ezen a részen egy 40x40-es, kb. 40 cm vagy 50 cm beton kocka. Szépen hozok C20-as zsákos betont, vagy amellé nyobok, dobok cementet, hogy keményebb legyen, már beszélni se tudok így este fel. És úgy fogom megcsinálni ezt. És csak ezeket szépen rátalpolom a talpakat, aztán ráforom, kirögzítem. Szóval ez az én véleményem ezekre a talajcsavarokra így a kerti alkalmazásban. Lehet, hogy a nagyobbak, komolyabbak, meg kibírnak valamit, meg nem túr mellé vakond. Meg hát ez a tartály is, vagy tartály tartó szerekezet is úgy össze van merevítve, hogy nem tudnak szinte külön mozogni a lábaik nagyon, hogy egy oldalra ment volt a terhelés, meg ezt gyönyörűen beállítottam vízszintbe, szóval még az se. Hát ez a vakond, ez full betúrt mellé. Szóval innentől fogva azt mondom, még azt se, hogy átteszem egy másik részre is, akkor majd ott biztos jó lesz, mert az a másik kettő egyébként tökéletesen áll. Csak ért, amelyik mellé befut a vakond, de hát mivel vakond kartás itt dolgozik a kertbe ezerrel, én ezt még egyszer nem kockáztatom meg, innentől fogva ezek a talajcsavarok repülnek és beton lesz bele. No, ennyit szerettem volna erre mondani, következő videóban majd elbeszélem ezt a vezélő rendszert is, hogyan működik és mi az előnye. Köszönöm, hogy megnéztétek, további jó kertészkedést kívánok mindenkinek, ebben a marha meleg időben is. Sziasztok!